Az energiaválság hatásai miatt idén a megszokott formában nem szervezik meg a vízivárosi adventet, a szokásos hétvégi műsorok elmaradnak. Azonban Molnár Tamás, Deák Lajosné és Horváth Miklósné önkormányzati képviselők, valamint az oktatási intézmények tanulói szeretnék megajándékozni a város közösségét. Így meglepetésekkel készülnek azért, hogy valamilyen formában mégis átadhassák a karácsonyi készülődés az ünnep hangulatát. Egy meglepetéssel tudunk csak készülni. Most nem tudjuk megtartani a hétvégéket, a szokásos hétvégéket a vízivárosi advent ünneppel. Viszont az utolsó hétvégén, az első napokban arra kérek mindenkit, hogy nézze a Liszinek a Facebook oldalán, mert azért készültünk egy meglepetéssel, ami szeretné közvetíteni a szeretetet, az összetartást, az, hogy soha nem volt annyira nagy szükség arra, hogy együtt tudjunk gondolkodni, hogy oda tudjunk figyelni egymásra. Egy másik meglepetéssel pedig azokra is gondoltak, akik otthonokban élnek, és nincs lehetőségük családi környezetben tölteni az ünnepeket. Az első advent az mindig a 11-es választókerületi, mi kimondottan a gyerekekre és a családokra szoktunk orientálódni. Most is ez történt, hiszen az intézményekben készültek a gyerekek, készültek az adventi műsorra, és azért is gondoltuk úgy az intézményvezetőkkel, hogy elviszük ezeket a kis műsorokat olyan szociális intézményekbe, bentlakásosban, ott maradnak a gyerekek, vagy épp az idősek. Kicsit örömtelévé tenni nekik ezt az adventi várakozási időszakot. A szerdai sajtótájékoztatón Horváth Miklósné és Deák Lajosné közösen gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját, amivel egyben azt az üzenetet is szeretnék közvetíteni, hogy a szeretet és gondoskodás idén sem marad el. A fehérváriakat pedig arra kérik, hogy a december 12-i héten figyeljék a vízivárosi Liszi közösségi oldalát, és fogadják szeretettel az ajándékot.